Sziasztok, szejkolisták! Szép hétfő estét kívánok nektek! 2024-ben volt 100 éves a Seiko logo, ugyanis ugye 1924-ben jelent meg az első olyan karóra, amin a Seiko logo megjelent volna, és ez alkalomból jelent meg több kiadás is az úgynevezett 100 éves évfordulóra. Ebből hoztam el nektek az utolsó ilyen modellt, úgyhogy tartsatok ma este is velem, egy nagyon izgalmas és nagyon népszerű modellnek jött ki egy újabb változata. Én Lichtenberger Attila vagyok, ez pedig a Seiko Boutique Budapest YouTube csatornája. Ahogy a videó bevezetőjében is mondtam már, 1924-ben jelent meg az első olyan karóra, amin Seiko logó szerepelt. Ebből az alkalomban több kollekcióban jelentek meg limitált kiadású évfordulós modellek, és talán nem véletlen, hogy 8 darab ilyen óra jelent meg, ugyanis a távol-keleti kultúrában a 8-as számnak mindig egy különös misztikuma van. Ebből a modell sorozatból az utolsót hoztam el a mai esti videóba, ami az Astron sorozatba tartozik. Azok közül is ugye természetesen GPS Astronos óráról van szó, és mivel hogy idén összejelent meg egy új szerkezet, ezért nem maradhatott ki ez a szerkezet sem ebből a sorozatból, úgyhogy egy Astron GPS Solar Dual Time kronográfos modellről van szó. Hogyha a képeket látjátok, akkor már ismerősnek tűnhet ez a kiadás, ami nem véletlen, hiszen az ötödik modell, ami ebben a sorozatban megjelent, az SSH156-os cikkszámra hallgatott, és ugyanennek a modellnek a sárga-arany változata volt. Az a modell nagyon népszerű volt, többeknek nem jutott már sajnos belőle, és nem is tudunk már többet szerezni, viszont itt van egy utolsó lehetőség, hogy ugyanek a modellnek talán egy picit finomabb változata lehet a rózsa-arany azok számára, akiknek ez az anyaghasználat is elfogadott, vagy még inkább a kedvencei közé tartozik. Én a magam részéről talán egy picit jobban hajlom a rózsa-arany felé, mint a sárga-aranyhoz, még akkor is, hogyha most talán a sárga-arany jobban divatban van. Nekem ez egy kicsit talán visszafogottabb, hogyha a kettő közül választanom kellene. Hogyha követtek különböző platformokon minket, akkor ezt a hírt ugyan már láthattátok, és ez nem véletlen, hiszen a videóknak az elkészülte, az nem mindig esik egybe, vagy tud közelesni a bejelentéshez, ami Tokióban megtörténik, tőlünk függetlenül is. Ezért lehet az, hogy mint például a mostani esetben is, hogy a Magyarországra már bővített rendelési számból a fele már elővételben elkelt, úgyhogy ha ez a modell majd érdekel titeket, akkor mindenképpen igyekezzetek gyors döntést hozni, hogyha szeretnétek, hogy nektek is maradjon belőle. És hogyha a jövőben nem szeretnétek lemaradni, akkor ne csak a YouTube csatornánkra iratkozzatok föl, hanem akár a hírleveleinkre, vagy kövessétek szorosan a weboldalunkat, ami egy picit macerásabb, vagy a legjobb eset szerintem az, hogyha a Seiko Club applikációt telepítitek a telefonjaitokra, push üzenetekben rögtön tudunk értesíteni titeket a legújabb hírekről. De térjünk vissza most akkor a ma esti sztár fellépőre, ami SSH158-as cikkszámra fog hallgatni, és a két modell között annyi különbség lesz, hogy míg a 156-oshoz a különleges dobozában volt egy plusz ajándékszíj, ennél a modellnél ez már nem lesz. Ennek köszönhetően egyébként az óra ára is csökkenni fog a 156-os modellhoz képest, amíg az a 156-os a sárga arany változat az 1 millió 500 pluszos árba került, ennek a modellnek 1 millió 270 ezer forint lesz az ára. Azok számára, akiknek ezek az ajándékok nem jelentenek olyan értéket, még talán ez előny is lehet. De térjünk egy picit át a design oldalára azok számára, akik a 156-ost esetleg nem látták, és most ezzel a modellel találkoznak először. Az egyik legkarakteresebb része a kerek tok körül található szögletes lünetta, vagy szögletes ráma, ezért is került rá szerintem ez a rózsa-arany bevonat, hogy egy kicsit ezt hangsúlyozza, mint ahogyan a nyomógombokra és a koronára is. Azonban, hogyha a számla belső része fele megyünk tovább, akkor a kronográf funkciót egy kicsit dominánsabbá téve a 12-nél és a 6-osnál található segédszámlapoknak a karimája is megkapta ezt a sárga arany festést, vagy rózsa arany festést. És hogyha egészen közeli makró felvételeket néztek, akkor pedig láthatjátok azt is, hogy a számlap közepe felől a széle irányában vannak nagyon vékony csíkok, amik kifele futnak, ami szerintem egy pici eleganciát ad az órának. Ez a modell is a Dual Time nevéből fakadóan egy gyors time transfer funkcióval rendelkezik, ami azt jelenti, hogy egy gombnyomásra meg lehet cserélni a segédszámlapon található zónaidőnek a mutatóit,
mutatóit, vagy a kijelzését a centrális mutatókéval. Ez egy nagyon látványos funkciója az órának, de mindamellett nagyon hasznos is. Ezt egészítik ki a 4 és az 5 óra magasságában található nagyon pici segédszámlap, amin pedig mindig azt láthatjuk, hogy a távoli időzónában délelőtt vagy délután van, ez egy 24 órás mutató, és ez sok esetben segítség lehet, hogyha éppen azt tudjuk, hogy 6 óra eltérés van, de belebizonytalanodunk, hogy akkor az a 6 óra az a másik időzónában délelőttöt vagy pedig kora estét jelent. A dizájn után egy picit térjünk rá a fizikai paramétereire az órának. Ahogy említettem nektek, ugye ebben az új 5X83-as szerkezet van. Ez az a szerkezet, aminek a járástartaléka 6 hónap tud lenni, hogyha valaki teljesen feltöltött állapotba teszi el az órát, és nem tud a számlap további fényen keresztül töltődni. A méretekhez átlépve, viszont akkor még egyszer elmondom, hogy 43,4 mm-es a toknak az átmérője, 14,1 mm-es a tokvastagság, és a tokfül távolság az 50 mm alatt maradt, 49,5 mm, ami egy nagyon kényelmesen hordható órát biztosít számunkra. Az órának a tokozata és a fémszíja titánból készül, ami egy szuperkevény bevonatot kapott, ennek köszönhetően könnyű lesz, mint a titány, de ugyanakkor a karcállósága és a felületi keménysége az még a nemes acélt is meghaladja. Ennek köszönhetően az órának a súlya mindössze 124 g, ami egy picivel több, mint hogyha egy bőrszíjas óráról beszélnénk, úgyhogy azok számára, akik szeretnek egy nagyon súlyos órát hordani, tehát jellemzően ez olyan 160-170 g környékén van, amit már nehéznek érzünk, ő számukra ez egy rossz hír, aki nem szereti a plusz súlyt hordani a csuklóján, szereti egy kicsit a könnyedebb eleganciát, ő számukra ez inkább egy jó hír tud lenni. Természetesen az üveg egy zafír üveg, ráadásul egy tükröződésmentes bevonattal a belső felén, aminek köszönhetően a háttérnek a fényei nem csillognak be, és mindig könnyen olvasható maradnak a mutatók által mutatott pontos idők vagy eredmények. Bár a videómat mindig avval zárom, hogy mennyi az órának a várható ára és hogy mikorra fog megérkezni, ezek közül már az óraárát elmondtam, ezt most még egyszer megismétlem, tehát 1.270.000 forint lesz. A várható beérkezés azonban még nem hangzott el, ez pedig idén 2024. novemberének második felére prognosztizáljuk. Ahogy a videóban már mondtam, ebből a modellből már sikerült egy kicsit nagyobb darabszámot rendelnünk, mint amennyit előzetesen nekünk kiosztottak, látva a korábbi modellnek a sikerét is, hamar igyekeztünk ebben a kérdésben lépni, így még van néhány szabad modell, de azt gondolom, hogy az órának a népszerűsége és a korábbi hatori kiadásra jellemző jegyei miatt ezek sem fognak sokáig tétlenül várakozni a kirakatokban, úgyhogy mindenképpen legyetek gyorsak. Ha az modellel kapcsolatban bármilyen kérdésetek merül föl, akkor itt a videó alatt a komment szekcióban legyetek szívesek megírni, örömmel válaszolok rá. Ha pedig ezzel elkészültetek, akkor ne felejtsetek el egy lájkot nyomni, hogyha tetszett a videóm, iratkozzatok fel a csatornára, hogy a következő videókról is értesítést kapjatok, a kis haranggal pedig ezt meg fixálhatjátok is. Köszönöm szépen, hogy ma este is velem voltatok, találkozunk legközelebb péntek este 7 órakor, akkor már Andrással közösen várlak titeket. Sziasztok!